Sziasztok! Ebben a videóban a Mátrix inverzének a kiszámításával fogunk foglalkozni. Tekintsük a következő Mátrixot. Ennek a jele legyen A. Értékei rendre 2, 1, 5, 3. Az előző videóm anyagából már tudhatjátok, hogy egy mátrix valamint annak inverzének a szorzata egységmátrixot ad eredményül. Tehát, amennyiben ezt az A mátrixot megszorozzuk ennek az A mátrixnak az inverzével, akkor egy egységmátrixot kapunk eredményül. Ebben az esetben az inverz matrix értékeit, elemeit nem ismerjük, ezért ezeket az elemeket ismeretlenekkel jelöltük: rendre U, V, W és Z. Írjuk fel ezt a szorzatot, mintha kézzel végeznénk el ezt a szorzást. Ugye az előző videókban, az oktatóanyagok elején sok-sok mátrix számítást kézzel végeztünk, azért ennek a kézzel számításnak sem voltak hátrányai, mert legalább pontosan tudjuk, hogy amennyiben ismeretlenekkel dolgozunk, akkor ezt a mátrix szorzást hogyan kell felírnunk egyenletek formájában. Tehát ennek a három mátrixnak az elrendezését, tehát az A mátrixunkat, annak az inverzét, illetve az egység mátrixot olyan elrendezésben írtam fel, mint ezt kézzel számítanánk ki. Tehát a szorzat bal oldalán álló mátrix a bal alsó, míg a szorzat jobb oldalán álló mátrix a jobb felső sarokba kerül a szorzat eredménye pedig a sor és az oszlop találkozásában. Tehát, hogyha ezt a matrix szorzást kézzel elvégezzük, akkor felírhatjuk a következő négy ismeretlenből álló egyenletrendszert. Ugye a matrix szorzás esetén a következő az eljárás, vesszük a bal alsó mátrixnak az első sorát, a jobb felső mátrixnak az első oszlopát, és szépen beszorozzuk a kettest az u-val, majd hozzáadjuk az egyszer dupla v Tehát az első egyenletünk az úgy fog kinézni, hogy tehát kettő szorozva u plusz egyszer szorozva dupla v az egyenlő 1. Nézzük a következő szorzást, ugye a bal alsó mátrixnál ott sort fogunk lépni, tehát ugye az 5-öt szorozzuk az U-val, plusz a 3-at szorozzuk a dupla V-vel, az eredmény pedig nulla lesz. Hasonlóképpen írhatjuk fel a következő egyenletrendszerünket, tehát itt ugye a V és a Z ismeretlenekkel fogunk dolgozni, tehát 2 szorozva V-vel plusz 1 szorozva Z-vel az egyenlő nulla lesz. Jó, a alsó Mátrix esetében ismét sort lépünk, és elvégezzük az 5-3 értékekkel a szorzást. Tehát felírtuk az egyenletrendszert, amely négy egyenletből és négy ismeretlenből áll. Aki követte a matematikai oktató videóimat, az emlékezhet rá, hogy beszéltünk régebben a szimultán egyenletrendszerekről. Ugye a szimultán egyenletrendszereknél az egyenleteknek az együtthatói az egyezik. Tehát itt láthatjátok, hogy 2, 5, 2, 5, 1, 3, 1, 3 a jobb oldalaikban különböznek, meg az ismeretleneikben különböznek, a bal oldalon, tehát az egyenlőségek bal oldalán, viszont az együtthatók ugyanazok. Így felírhatjuk ezt a kettő egyenletrendszert egy kibővített mátrixszám. A mátrix első oszlopa az úgy fog kinézni, 2, 5. A második oszlopa az úgy fog kinézni, hogy 1, 3. És a bővítmény első oszlopa az az első egyenletrendszer jobb oldala lesz. Tehát 1, 0 illetve a második oszlopa, az pedig a második egyenletrendszer jobb oldala lesz, tehát 0, 1. Ha megnézitek, akkor gyakorlatilag annyit tettünk, hogy a szimultán egyenlet rendszer megoldásához a mátrixot úgy írtuk fel, hogy vettük ennek a fordított elalaknak az alsó sorát, és ennek az alsó sornak az értékeit írtuk egymás mellé egy mátrixba. Végezzünk egy kis rajzolást az Excelben, hogy lássuk, hogy itt mátrixsal, pedig egy bővített mátrixsal van dolgunk. Ezzel el is készültünk, tehát elkészítettük azt a mátrixot, amelynek van középen egy ilyen vékony választó vonala. Ezen vékony választó vonal bal oldalán, tehát az egyenletrendszerek bal oldala szerepel, míg a vékony vonal jobb oldalán pedig a két egyenletrendszernek a jobb oldalai szerepelnek. Következő lépésként hozzuk ezt a mátrixot lépcsős alakra. Tehát érjük el azt, hogy itt a vékony vonal bal oldalán itt egy lépcsős mátrixot kapjunk eredményül. Első lépésként azt szeretnénk, hogy itt ehelyett a kettes helyett egy egyes érték szerepeljen. Ehhez azt fogjuk tenni, hogy ezt az első sort, ezt el fogjuk osztani kettővel. Jó, ezzel el is érkeztünk az első részeredményünkhöz. A következő lépésben érjük el azt, hogy itt az ötös érték helyett egy nulla érték szerepeljen. Ezt úgy kapjuk meg, hogy ezt az első sort változatlanul hagyjuk, viszont ebből a második sorból kifogjuk vonni az első sor ötszörösét. nagyszerű, el is érkeztünk ahhoz a részeredményhez, hogy itt az első oszlopban, az első sorban egyes alatta nulla szerepel. Most a következő lépésben azt szeretnénk, hogy itt a 0,5-es érték helyett egy nulla szerepeljen, ezt úgy fogjuk elérni, hogy az első sorból ki fogjuk vonni a második sort. A második sort ebben a lépésben változatlanul felhasználjuk. Nagyszerű! Az utolsó lépés következik, itt pedig azt fogjuk tenni, hogy az első sort azt változatlanul hagyjuk, míg a második sort azt be fogjuk szorozni kettővel, ebben az esetben, itt ugye egy egyes érték fog szerepelni. Kiváló, tehát el is érkeztünk a lépcsős alakhoz. Tehát itt látjuk, hogy itt gyönyörűen lépcsős alakban vannak az egyesek, a többi helyen nulla szerepel és ebben a mátrixban, amit ugye itt a bal oldalát lépcsős alakra hoztuk, ez a jobb oldala pedig az eredeti mátrixunknak az inverze lesz, tehát 3, 1, mínusz 5, 2, azaz gyakorlatilag ez a 2x2-es mátrix, amit én itt az egérrel mutatok, az az a mátrix lesz, amit mi itt ismeretlenekkel jelöltünk, tehát az UV dupla Z. Nézzünk akkor egy ellenőrzést. Tehát, hogyha vesszük az eredeti mátrixunkat. És ezt a mátrixot beszorozzuk a megkapott inverz mátrixal, akkor eredményű egy egység mátrixot kell kapnunk, ezt pedig úgy fogjuk kiszámolni, ahogy már az eddigi videókban is két matrix összeszorzását végeztük el a Microsoft Office Excelben. ben Kijelöljük azt a régiót, ahova az eredmény kerülni fog. Az angol nyelvű Excel-t használom én, Tehát az M múlt függvényt fogjuk használni két matrix összeszorzására. Egyik mátrix, másik matrix, Ctrl-Shift-Enterrel fogjuk kiszámítani ebben a régióban az eredmény matrixot, és valóban láthatjuk, hogy egység mátrixot kaptunk eredményül. Tehát valóban elmondhatjuk azt, hogy itt az egyenlet rendszerünk, a négy ismeretlenes egyenletrendszerünk megoldásával egy olyan mátrixot kaptunk eredményül, amely az eredeti mátrixnak az inverze. Tekintsük a következő mátrixot. Ezt a mátrixot jelöljük B-vel, az értékei legyenek rendre 2, 1, 6, 3. Írjuk fel ennek a mátrixnak is a bővített mátrixát, ahogy ennek a mátrixnak az inverzét szeretnénk kiszámítani. Az elf teljesen ugyanaz, mint az előző Matrix esetében. Vastag vonallal jelöltem az egész Matrixot, itt a vékony vonal elválasztja a bővítménytől, a vékony vonal bal oldalára kerül a mátrixunk, aminek az inverzét szeretnénk számolni, a jobb oldalra pedig a mátrixunknak és az inverzének a szorzata, aminek ugye egység mátrixnak kell lennie. Hasonlóképpen, mint az előző mátrix esetében, ezt is hozzuk lépcsős alakra, ahhoz, hogy a, az első oszlopban, a második sorban ehelyett a hatos érték helyett egy nullát kapjunk, ehhez azt kell tennünk, hogy a második sorból ki kell vonnunk a mátrixunk első sorának a háromszorosát. Meg is vagyunk a számítással és láthatjuk, hogy itt az alsó sorban itt csupa nulla keletkezett, ez még rendben van, hogy itt az első oszlopban tudtunk egy nullát készíteni számítással, viszont az, hogy itt a második oszlopban itt nulla keletkezett, ebből már sehogyan nem fogunk tudni egyes csinálni, tehát az az áhított lépcsős alak, mely szerint itt az átlóban egyesek szerepeljenek, ez nem kivitelezhető ezen mátrix esetében, ez pedig azt jelenti, hogy ennek a mátrixnak nem számolható ki inverz mátrixa, ugyanis az az egyenletrendszer, amit mi az előző mátrix esetében ismeretlenekkel felírtunk, az nem számítható ki. Természetesen a matematikusok is tudják, ezt a viselkedését a mátrixoknak, és ők el is nevezték azokat a mátrixokat, amiknek nem számolható ki az inverz mátrixa, úgynevezett szinguláris mátrixoknak. Tehát ezt le is írtam ide a képernyőre, hogy ez írásos formában is látható legyen ez a szó. Tehát szinguláris mátrixoknak nevezzük azokat a mátrixokat, amelyeknek nem számolható inverz mátrixa. Természetesen vannak olyan szoftverek, és ez ugye különösebben olyan mátrixoknál fontos, ahol ugye nem kétszerketes mátrixokkal dolgozunk hanem ennél sokkal nagyobb dimenziójú mátrixokkal. Természetesen az ilyen nagyobb mátrixokat nem kézzel számolják manapság jobb helyeken, hogy az adott mátrixok mi az inverze. -e. A Microsoft Office Excel is képes egy mátrix-inverzének a kiszámítására. Erre az Office Excelben van egy függvény. Számoljuk ki először az Excel-lel az A mátrixunknak az inverzét. Egy mátrix-inverzének a kiszámítása hasonlóképpen történhet mint két mátrix összeszorzása, először ki kell jelölnünk azt a cella tartományt, amibe az inverz számításnak az eredménye fog kerülni, majd az angol nyelvű makrókkal dolgozó Office Excelben ez az M inverz függvény, ami egy mátrix inverzét képes kiszámolni. Ennek egy paramétere van, amit a függvénynek a paraméterének nekünk adni kell az a mátrix, aminek az inverzét szeretnénk kiszámítani. Tehát az A mátrix esetében ez legyen az a mátrix, amit mi itt a táblázatunknak az első soraiban adtunk meg. Jó, adsz el a tartományt, az Excel ki is töltötte, mint egy paraméter a záró-záró jellel lezárjuk magát a függvényt, és mint ahogy mátrixok összeszorzásánál itt is a ctrl shift enter fogjuk ezt a műveletet végrehajtani. És valóban láthatjuk, hogy az Excel ki tudta számolni az A mátrixunknak az inverzét, aminek hasonlónak kell lennie, mint amit mi kézzel számoltunk a fentiekben, tehát 3 mínusz 1, mínusz 5, 2. Tehát ugye innen is láthatjuk, hogy a fenti kézzel számolt inverz matrix számítás az helyes volt. Nézzük meg akkor, hogy az Excel hogyan viselkedik akkor, hogyha egy olyan mátrixot adunk ezen függvény paramétereként, aminek az inverze nem számolható ki. Hasonlóképpen tehát kijelöljük azt a cellatartományt, tartományt, ahova a B mátrix inverzét számolni szeretnénk. Majd beírjuk a az inverse számításnak a függvényét, és ennek paramétereként pedig megadjuk a B mátrixunkat. Tehát ebben az esetben a, az Office Excel az egy hiba szöveget ír mindegyik cellába bele, amely azt mutatja, hogy bizony a B mátrixnak nem tudjuk kiszámítani az inverzét. És ezzel el is érkeztünk ezen matematikai oktató anyag végére. Köszönöm a figyelmeteket, és sikeres matematika tanulást kívánok! Sziasztok!